Ha október és a versenyévad vége, akkor munkába lép garantáltan a kajakos kommandó. A Szekszárdi Kajakkenu Klub apraja nagyja az elmúlt hétvégén végezte szokásos őszi környezetvédelmi célzatú szemétszedő őrjáratát a siómenti bázisuktól elindulva Gemenc és Siogár irányába. Nem egy egyszeri alkalom az, amit most láttok. Mi minden évben, amikor évvégén vége van a versenyszezonunknak, akkor összerántjuk a csapatot, és nyilván egy bizonyos határig, de egy a másfél, két, három kilométert, ahogy az időnk engedi, megtisztítunk a siópartból. Talán egy kicsit a mi lelki megnyugtatásunk miatt is, bár mi a parton nem nagyon mozgunk, hanem csak a vizen. Már az első kilométeren a legváltozatosabb szemétfajták kerültek elő, ami a kajakos csapat számára már egyáltalán nem meglepetés. Még hálószobai titkok is azért előkerültek innen, úgyhogy főleg a bicikli belső, ugye, meg hát azért vannak itt egyéb apróságok, amik előkerülnek a krémes dobozoktól kezdve, a gumi, a befőttes üveg, nagyon sok mindent tudnék mondani, a szívószálon át, a dohányos doboz, a kukacos horgász dobozoktól kezdve, rettentő széles a paletta. Néhány óra alatt 300 elszállítandó fekete zsák telt meg a kajakosok szokásos őszi környezettisztító, szemétszedő akciója során.